Sziasztok, Molnár Péter vagyok a Fraser Gymből. Ma átveszünk néhány olyan hátgyakorlatot, ami teljesen hétköznapi, de elmondom az apró trükköket, amik nekem segítettek jobban ráérezni a hát edzésére. Mind szélesítés, mind evezés technikai szempontból. Nem mindegy, hogy mélyíteni akarjuk a hátunkat, vagy szélesíteni. Bemutatok két szélesítő és két mélyítő gyakorlatot, hát ha segít a továbbhaladásban. Húzózkodás, ugye alapgyakorlat. Nagyon szeretem széles hátizomra történő edzéssel kezdeni a hátedzésemet. Miért szeretem széles hátizom edzéssel kezdeni a hátizom edzését? Ugye olyan terhelést kapunk, ami gravitációs, így a gerincoszlopunk be tud rendesen melegedni, a mag nem kap hirtelen olyan terhelést, mondjuk egy evezéses mozdulatnál, ahol merőleges a gerincoszlopra a terhelés iránya. Húzózkodás. Ha nem tudsz bemelegíteni húzózkodással, mert nincs rásegítés a teremben, nem kell aggódni, akkor egy tarkóhoz húzással nyugodtan bemelegíthetsz, illetve gumiszalag segítségével tudod könnyíteni a mozdulatot, vagy az edzőpartnered a térd és a boka között megfogja a sípcsontodat és emeli, belesegít a mozdulatba. Széles hátizomra fogunk dolgozni, széles fogással. Nem engedem, hogy elcsúszson a vál csúszóizület, a rotátorköpeny sérülése elkerülése véget egy ponton stabilan tartom, és felhúzom magam, arra koncentrálva, hogy a könyökömet tolom szét, ez az elsődleges szempont, nem az, hogy felhúzzam magam. És ami nekem még nagyon nagy segítség, próbáljuk lelassítani a mozdulatot a negatív szakaszba. Ugyanis ha a negatív szakaszt lelassítjuk, ki tudjuk kapcsolni a bicepszet, egy kicsit jobban tudunk a háttal dolgozni. Behúzásnál mindig besegít a biceps, és ha ezt lendületesen csináljuk, akkor egy dinamikát ad a mozdulatnak, ami nem jó, mert meg fog sérülni a vállunk. Tehát folyamatos kontroll alatt tartva indítjuk meg, egy kicsit hátra vihetjük a könyököt, próbáld ki. Mielőtt az egész gyakorlatot végrehajtanád, ugyanabban a szögben, mint egy végső behúzás, próbáld csak egy kicsit hátra vinni a könyököd, úgyhogy stabil a vállízületet, tehát a vállad nem mozgatod hátra, és ha érzed, hogy mi történik a hátadba, akkor nem fogsz megsérülni a gyakorlat végrehajtása közben. Rengetegszer láttam még azt a hibát, hogy egy bizonyos pont fölött nem tudja behúzni, nem tudja egy teljes mozdulatot végrehajtani, és elkezdik becsavarodni. Ez is sérülésveszélyes, illetve ez a crossfit jellegű rántás ugye hirtelen nagy lendülettel indul meg, és nagy lendülettel zuhan vissza, tehát irgalmatlan nagy terhe is kap az izület. Ugye, ha rásegítéssel dolgozunk, akkor ez a kivitelezésben nem lehetséges, úgyhogy nem is tudnám itt megmutatni ezt a mozdulatot, mert nem is szeretném. Kerüljétek el! Következő gyakorlatunk egy háromszöggel mellhez húzás lesz, egy szűk lehúzás, ő is lehet egy kezdő gyakorlat, sőt, hogyha nem áll rendelkezésre rásegítéses húzózkodás, akkor kezdhetünk ezzel is. Szűkfogásos lehúzás, a széles hátizomra dolgozunk. Szükséges a végponton megállítani a mozdulatot, de csak annyira, hogy elveszítsük a lendületet. Statikusan megtartva, mivel a bicepsünk valamivel gyengébb, mint a hátunk, elkezd fáradni a biceps, akár elkezdhet remegni a könyök. Sérülésveszélyes is, és nem ad semmi pluszt a hátizom edzésénél. Legalábbis ebben a szögben biztos nem. Technikai szempontból szerintem értékesebb, ha a csúcspontot megismételjük, tehát lehúzzuk, és húzunk egy teljeset. Elindítjuk, megáll, húzunk egy teljeset. Így duplán indítjuk meg a mozdulatot egy teljes sorozat alatt.
kevésbé fog bedurranni a bicepsünk, és jobban rá tudunk koncentrálni a hátunkra. Mire figyeljünk végrehajtás közben? Nem csúsztatom a vállam, nem jövök fel teljesen, mert megvan az esélye, hogy egy lendületet tudok venni gerincfeszítő segítséggel, illetve a törzsem súlyát hátra lendítve, leveszek terhelést a hátamról, és ráteszek a hátizomról, és ráteszek a gerincfeszítőre. Úgyhogy lehetőség szerint kontrolláltan húzzuk le a könyökünket, a törzs mellé szorítjuk. Nem kell nagyon erőltetni, mert egy bizonyos pont után nem fog többet dolgozni a hátunk, mint a bicepsünk. Szabályos végrehajtás, tehát egy egyenes háttal mellkasunk elől stabilizáljuk a vállunkat megfelelő pozícióba, és úgy indítjuk el a gyakorlatot. A könyökünket a törzs mellé megkíséreljük behúzni, nem visszük szét, illetve a légzés nagyon fontos, lehúzásnál kifújjuk a levegőt, visszaengedésnél beszívjuk. Húzózkodással és a szűkfogásos mellhezhúzással előmelegítettünk a felhúzásra. Ettől függetlenül, mivel a gerincoszlopunk nem kapott még, a gerincfeszítő izmok nem kaptak adaptációt arra, hogy felkészüljenek a terhelésre, ezért a felhúzásnál is fontosabb emelegítés, illetve azért, hogy a mozdulatot mindenféleképpen jól hajtsuk végre. A jó végrehajtás, ami a kiinduló pont megtartása egyenes, áttartás, fej, váll, csípő egy vonalban van, és amikor elindulunk a súllyal, akkor is ezt megpróbáljuk megtartani. Az van az a pont, amikor hajlítjuk a térdünket, amikor a térd alatt van a rúd, onnantól egy kicsit lehet hajlítani a térdet és rogyasztani. Viszont ha nagyon hátra visszük a csípőnket, és egy guggolásba megy át a mozdulat, akkor a derekunk a végponton, illetve a csigolyák nagyon komoly terhelést kapnak, tehát ezt a mozdulatot ne végezzük végrehajtás közben, illetve az se jó, hogyha nagyon előre mész, vagy a mozdulatodat ketté osztod, tehát előre engeded magad, és utána dolgozol bele, akkor is egy nagyon nagy terhelést kap. Ugye a lábad sokkal erősebb, tehát amikor följössz combizommal, és utána befejezed a gerincfeszítőddel, az egy borzasztó terhelés a hátadnak. Tehát egy összehangolt mozdulatot hajtsunk végre, lemegyünk, följövünk. Ha valaki nagyon hátra feszíti a nyakát, mert túl sok a súly és görnyedt a mozgás végpontján, nagyon nagy megváltoztatta egyrészt az erőkart, másrészt ugye a nyakcsigolyák megsérülhetnek, illetve van a végrehajtásunkkor hátra viszik a vállukat, azt érdemes lenne egyenes háttal csípőt előre vinni, nem a vállat hátra szorítani. És akkor nem kap a derék akkora terhelést. Gyakorlat végrehajtása közben a fültől a bokáig, szinte a törzsizmai minden szinten dolgoznak. A karunk statikusan tart, szinte nem dolgozik semmit, viszont a kar, a biceps is meg tud sérülni, hogyha egy rossz végrehajtásnál mondjuk lecsapjuk a súlyt, és hirtelen megrántjuk fölfelé, vagy fönt lesz egy rugózása, tehát a könyökünk megmozdul, akkor megsérülhet a bicepsünk, úgyhogy próbáljuk meg kinyújtott könyökkel végezni a gyakorlatot, semmilyen irányban nem mozdítsuk meg a karunkat. A következő gyakorlatban könnyen elveszíthetjük a kontrollt, illetve elmozdulhat a terhelési sík, ezért érdemes megállni, újra gondolni a gyakorlatot időnként, tehát akár egyszer-kétszer érdemes megállni és a végrehajtás közben. Hogyan lehetséges ez? Ha mindig felegyenesedünk, akkor túl nagy terhelést kap a gerincfeszítőnk, úgyhogy letehetjük a súlyt a földre, tehát ellentétesen tudunk megpihenni. Viszont a megindításnál nagyon fontos, hogy felvegyük a tökéletes pozíciót és próbáljuk megőrizni.
Ugye a döntő törzsövezés egy evezéses mozdulat, ezért talán az izmokat tudja egy kicsit mélyíteni, látványosabbá tenni, kalácsosítja a hátunkat. Ha széles fogásba csináljuk a döntő törzsövezést, ugye kevesebbet tudjuk hajlítani a könyökünket, kevesebbet dolgozik a bicepsünk. Ezáltal viszont a lapocka közelítők fognak többet fölvenni a terhelésből. Ha viszont szűkebbre veszik a fogást, akkor a lapocka körül lévő külső izmok fognak többet dolgozni, ami ad egy nagyon jó hatást. Én ezért szeretem inkább a szűkebb fogást alkalmazni ebben a gyakorlatban. Lássuk. Hibafaktor lehet, ez a kiinduló pontunk a végrehajtásba. Ugye a gravitációs húzásnak megfelelően dolgozik a hátunk. Ahogy változtatjuk a szöget, fáradunk, megváltozik a szög, ezáltal jobban be tud kapcsolni a hátsó vállunk, illetve ha nagyon fönt dolgozunk már, akkor a csuklyás izmunk nyaki része fog belesegíteni a mozdulatba, ami nem jó. Próbáljunk mindig újra kalibrálni. Amikor elfáradtunk, akkor megállunk egy kicsit, letesszük a súlyt, felvesszük a pozíciót, és megint egy 3-5 ismétléssel tudjuk folytatni szabályosan a gyakorlatot. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, remélem hozzájárulok a hátatok további fejlődéséhez. Nyugodtan kommentbe kérdéseket tehettek fel, illetve kedvenc hátgyakorlatotokat megoszthatjátok velünk. Ne felejtsétek el, nem a táskába hagyni a gurtint, mert ha bebüdösödik, ki kell mosni, és akkor kiszárad és el fog szakadni. Sziasztok!